6 hónapnyi sikeres tesztidőszak után már élesben folytatódik az ország első ipari 5G magánhálózatának működtetése. A Foxconn komáromi gyárában már zajlik a legújabb generációs mobilhálózatra épülő megoldások bevezetése, jelenleg pedig 5G privát hálózaton keresztül működik a PC-tesztelés. Nem csak azért, mert az 5G egy jól hangzó szlogen, nem a márkanevek, nem a szlogenek számítanak, hanem a teljesítmény és a hatékonyság. Nem az a fontos, hogy hogyan nevezzük azt, itt és most üzembe helyezünk, mint hálózatot, hanem az, hogy mivel tud többet, mint az elődei. A Foxconn igényeire szabott megoldásokat és az 5G infrastruktúra kiépítését az Ericsson és a Vodafone Magyarország segítségével valósították meg. Az utóbbi vállalat képviseletében Dobó Mátyás azt mondta, azon dolgoznak, hogy a digitalizációt és a technológiájukat a vállalatok szolgálatába állítsák. Az 5G magasabb sávszélességet, magasabb feltöltési és letöltési sebességet, illetve gyorsabb válaszidőt biztosít a korábbi hálózati technológiákhoz képest. Ugye az 5G magánhálózatnak a legnagyobb különbsége ehhez képest, még hogy ennél is jobb paramétereket tud azzal biztosítani, hogy egy teljesen önálló privát mobilhálózatot telepítünk az ügyfélnek a telephelyén. És ez történt itt egy a Foxconn gyárban is. Tehát itt egy teljesen önálló 5G-s mobilhálózat működik a leválasztva a publikus hálózatról a Foxconnak a telephelyén. A résztvevők első kézből ismerhették meg a magyarországi 5G fejlődésének legújabb, az ipar területét érintő mérföldkövét.